Nyáron is sok veszély fenyegeti a közlekedőket, sokszor azonban a parkoló járművekben is megtörténhet a baj. Az utóbbi években egyre többször fordultak elő olyan életveszélyes esetek, amikor a hőség miatt szenvedtek az autóban hagyott gyermekek vagy állatok. A tűző napon álló gépjárműben akár negyed óra alatt 20 fokkal is emelkedhet a benti hőmérséklet. Ez a forróság kiszáradáshoz, eszméletvesztéshez, a gyermek vagy az állat szerveinek károsodásához, hőgutához vagy halálhoz is vezethet. Ha ájult vagy ájuláshoz közeli élőlényt látunk egy autóban, a lehető leggyorsabb idő alatt intézkedni kell a kimenekítéséről. A legcélszerűbb, én azt a tanácsot tudom adni, hogyha a helyzetből úgy adódik, akkor mindenképpen elsősorban a hatóságokat értesíteni kell, tehát a rendőrjárőrt oda kell hívni a helyszínre, és a rendőrjárőrt tegye meg azokat a szükséges intézkedéseket, ami ilyenkor kell. Nyilván, hogyha egy kisgyerekről van szó, és az életmentés fontossága kerül előtérben, akkor az állampolgár saját elhatározásból megteheti azt, hogy ebben az esetben mondjuk betöri a gépjárműnek a szélvédőjét. Ebben az esetben a törvény értelmében ő úgy cselekszik, amit végszükségnek hívnak, és a végszükség gyakorlatilag mentesíti őt a büntetőjogi felelősség alól. A rendőr alezredes hozzátette, az ilyen esetekben célszerűbb a hatóságot megvárni, mivel az állampolgárok így mentesülnek az esetleges károkkal kapcsolatos további eljárásoktól. Tamási Zsolt kiemelte, a rendőrjárőrök Hévíz térségében rövid idő alatt ki tudnak érkezni a helyszínre, ahol elvégzik azokat a szükséges intézkedéseket, amiket az adott helyzet megkíván.